A Sümegi Mentőszolgálatnál a nyári hónapokban a tavaszi időszakhoz képest mintegy 30%-kal emelkedtek a feladatszámok. Míg március-áprilisban 230-240 esetben láttak el betegeket, sérülteket, július-augusztus hónapokban ez a szám 310-re emelkedett. Ilyenkor a közlekedés is megnő, így nagyobb forgalomban, városunkban is és a környező településeken is, illetve hát az időjárás az, ami sajnos minden emberre hatással van, főképpen gyerekekre, idősebbekre, betegekre. Környezetünkben, itt a környéken több baleset is történt, hanem is konkrétan Sümegen, de környező településeken, ahol kollégáim részt vettek a mentésben, illetve hát a nyári hónapokban, főleg augusztusban volt olyan időjárás, hogy bizony túllépte jóskán 30 fokot a hőmérséklet, és több időskorú ember kellett kiszáradás gyanúja miatt kórházba szállítanunk. Tehát a belgyógyászati, szív- és érrendszeri betegséggel küzdők közül többeknek is szükségük volt gyors orvosi beavatkozásokra a kánikula miatt. A többi feladat jellege hasonló volt az év egyéb időszakaiban tapasztaltakkal. Ezekben a hetekben a mentősök már az őszi feladatokra koncentrálnak. Ezúton is kiemelten felhívják a szakemberek a mosgáz veszélyeire a figyelmet. Szüret idején ugye szoktunk találkozni borospincékben előforduló mosgáz mérgezéssel, ezért is felhívnám a figyelmét mindenkinek, hogy szüret után óvatosan menjen le a pincébe, előtte jó szel összesse át, hiszen széndioxid mérgezés lehet kapni. Széndioxid mérgezés, ez érdekes kifejezés, ugyanis a levegőben is van széndioxid, de nagy koncentrációban ez valóban fulladásos halálhoz vezethet, tehát mindenképpen előtte szellőztessük ki a pincét, hogyha lemegyünk. A tűzoltóságnál kirívó eset nem történt a nyári időszakban, de szükség volt a folyamatos jelenlétre. Volt egy-két esetünk, ami ilyen nem várt események, mint például gázvezeték szakadás volt a Petőfi utcában, akkor gázszivargás volt a kórháznak a gázfogadójánál. Úgy lényegében mind a két eset hamar fel lett számolva, tehát úgymond egy perceken belül, tehát a gázszivargást itt folyik az építkezés, ott véletlenül elvágták a gázvezetéket, de az emberek, akik ott dolgoztak, hamar reagáltak rá és elszorították, tehát ott tulajdonképpen nem kellett sokat dolgoznunk nekünk rajta. A kórháznál ott is rövid időn belül el tudtuk zárni, úgyhogy hamar felszámoltuk. A viharkárok meg hát a szokásos, tehát amikor volt ez a sok eső két hete, akkor volt egy pár fakidőlésünk itt Sümeg környékén, aztán ennyi. Jellemzőek voltak a gyakori szivattyúzások, ezzel segítettek az ingatlan tulajdonosoknak. A nagy forgalomból adódóan a 84-es főúton több baleset is történt, amikor szükség volt a tűzoltóságra, szerencsére könnyű sérülések voltak jellemzőek. Az augusztusi hőség idején a város utcáit próbálták hűsíteni rendszeres locsolással. Önkormányzattal van egy megállapodásunk, hogy ilyen hőségriadó esetén akkor ők igénybe vehetik a vízlocsolást, és ugye polgármester úrral egyeztetve megkezdtük a locsolást, amikor kérték. Hát napi szinten egy olyan 4-5 alkalommal mentünk végig itt a Petőfi utcán, Árpád utcán, buszmegálló környékén. Szolgálatuk teljesítése közben ellenőrző és szituációs gyakorlatokon vesznek részt a tűzoltók. Emellett pályázati támogatásból az egyik gépjármű korszerűsítése is megtörténik az ősz folyamán. Egy nyári gumigarnitúrát és egy téli gumigarnitúrát fogunk vásárolni rá, ezt nyertük pályázaton, illetve eszközfejlesztésre nyertünk 2.300.000 forint értékű felszerelést, tűzoltósisak, bevetési ruha, akkor védőkesztyű, sugárcső, tartalék, légzőpalack, az ugye el kell azért itt nálunk, mert nagyon sokáig kell egyedül beavatkoznunk, úgyhogy nem árt, hogyha van itt Sümegen még egy pár darab. A sümegi tűzoltóság a nyáron részt vett a lengyelországi testvérváros szokásos versenyén, ahol ismét remek eredményt értek el. Csihovóban volt a verseny, ahol ugye mellettünk még volt két másik magyar csapat, a 13. kerületi budapesti és a pomázi tűzoltóság is részt vett ezen, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápoltunk idén is,
A verseny az úgy sikerült, hogy másodikak lettünk szoros küzdelmekben, és hát jól éreztük magunkat. És mi jellemző egy ilyen versenyre? Néhány feladatot emeljünk ki. Hát a feladata az annyi, hogy először van egy ilyen akadálypálya, amin túl kell menni egyesével mindenkinek, majd utána van egy régi, hagyományos tűzoltószekér, amit meg kell szerelnünk, és van egy ilyen, hát egy ilyen lángcsóval, amit le kell lőni majd a végén, és akkor ennek az eredményét ugye azt összesítik, és abból derül neki, ki volt a jobb. Ezeken a versenyeken tovább építi a szervezet a nemzetközi kapcsolatait, szakmai találkozóknak is betudhatók ezek az alkalmak, valamint a csapatépítésben is szerepet játszanak.